A turbókörforgalmat már pár hónapja lehet használni, eddig mégsem váltotta be a hozzáfűződött reményeket. Vajon miért nem? Erről fogunk beszélgetni a stúdióban. Vendégem Molnár Emil, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedési rendészetosztályának vezetője, és dr. Mokrai Mihály, a Velünk a Város önkormányzati képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlük a nézőket! Beszéljünk akkor a turbókörforgalomról először, és miért nem működhet? Szerintem működik. Többet vártunk tőle. Az, hogy nem olyan szinten üzemel, mint ahogy abban sokan reménykedtek, több oka van. Az átadás után nem olyan lámpa ciklus működött rajta, ami kedvezett volna azoknak a forgalmi irányoknak, amelyeket az emberek leginkább kedvelnek. Ez az elején nagy fennakadásokat okozott. Ennek kiküszöbülése érdekében áttervezték a lámpa ciklusokat, a váltásokat, és most már működik. Csak az emberek a kezdeti nehézségek után úgy gondolták, hogy inkább a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán útvonalat használják. Ott egyszerű, a régi megszokott forgalmi rend alapján, tehát ha piros a lámpa, akkor meg kell állni, ha zöld, akkor pedig haladhatunk, és nem több irányba, hanem csak egy irányba előre, míg a körforgalomban elég sok sáv van, és el kell dönteni, hogy melyik irányba akarunk menni. Ez a döntés azért nem olyan nehéz, tehát én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy bátran nézzen szét ebbe a körforgalomba, és rá fog jönni, hogy könnyen meg lehet tanulni, és sokkal hamarabb átjut ezen a körforgalmon, mint az egyenlentebbi kereszteződésen, ahol egész nap hát sorba kell állni, hogy átjusson valaki. Képviselő úr, ez az ön körzete. Ön mit tapasztal, mit hall az ott élőktől? Hát, mint az előttem is elmondták, az első egy hónap az egy kicsit káotikusra sikeredett. Rengeteg panasz érkezett hozzá. Próbáltuk orvosolni, és ennek a lámpák pontos beállítása lett a megoldása, meg gyakorlatilag olyan kiegészítő táblák is lettek felszerelve, amik pontosan megszabják azt, hogy ha besorol az ember valamelyik forgalmi sávba, akkor pontosan hol fog kiukadni. De mondjuk ennek a körforgalomnak igazán akkor lenne értelme, ha ez a körforgalom egyenesen kikötne a autópályába, mert akkor lehetne igazából kihasználni teljes körűen. Az, amit mondtak, hogy a Soltész Nagy Kálmán forgalma megnőtt, azt tudom tanúsítani, mert ez is az én körzetemhez tartozik, önkormányzati körzetemhez, és azt kell mondanom, hogy ott dugók alakultak ki. Régen folyamatos haladás volt. Az emberek azt gondolom, hogy kicsit idegenkednek az új dolgoktól, de az elmúlt egy hónapban már azért azt tapasztaltam a körzetben, hogy az emberek igénybe veszik a körforgalmat. Tehát lassan kezdik megtanulni, ez egy tanulási folyamat, egy ösztönös idegenkedés van az új dolgoktól, és szerintem fél év múlva már észre sem fogják venni az emberek, hogy körforgalomba haladnak. Hozzáteszem, Szegeden több ilyen van, igaz nem jelzőlámpával, de ott tökéletesen megtanulták a szegediek használni, azt gondolom a miskolciak is olyan okosak, mint a szegediek, és hamarosan mindenki ebben el tud igazodni. Ezt a fóbiát egy kicsit csökkentjük, tudunk beszélni arról, hogy milyen baleseti statisztikákkal működik ez a körforgalom? Igen, az elmúlt néhány hónapban, ez mondjuk három baleset az, ami megjelenik előttem, egyik sem komoly. Személyi sérüléssel járó nem történt, mind a három anyai káros volt, és hát kisebb súrlódásos ütközés, ami a figyelmetlenségre vezethető vissza, és hát tanácsolnám a közlekedőknek, hogy ha esetleg úgy vélik, hogy már rossz irányba hajtottak be, akkor ne próbáljanak ott mindenképpen erőszakosan sávot váltani, ahol nem lehet. A szabályok sem engedik meg, a körforgalom kialakítása is olyan, hogy megnehezíti azt, hogy menet közben ott valaki sávot váltson már a körforgalmon belül, mert néhány száz méterrel többet le kell nekik vezetni, de lehet, hogy pár százezer spórol, mert nem ütközik össze senkivel, mert ennek a két-három balesetnek a tapasztalata az, hogy sávváltás során ütköztek. Ha ez, hogy mondjam, kellő figyelemmel van a másik sávban közlekedőre az ember, akkor nem történik meg. És ami még nagyon fontos, hogy ha valaki bizonytalan, akkor is a körforgalmon át kell jutni,
és majd utána kiigazítani azt az útirányt, amit szándékozott teljesíteni, mert ha egy csúcsforgalomban folyamatosan akadályozzuk a behajtást, akkor a lámpa ciklusok sem tudják azt a funkciót betölteni, amire megtervezték őket. Mert ha valaki túlságosan lassan halad ebben a körforgalomban, akkor beszorul a két lámpa közé, akkor megakadályozza már, hogy keresztirány is elinduljon, és ez így szépen turbószerűen feltorlasztja magát, és akkor kialakul egy torlódás, de maga a körforgalom kialakítása pedig olyan, hogy megnövelje az áteresztő képességét ennek az útszakasznak, ha jól használják. És arra van szabály egyébként, hogy mennyivel kell megközelíteni egy ilyen turbókörforgalmat, illetve mennyivel kell benne menni? Ugye ott van az a gömbsüveg sor, ami szerintem nagyon elrettentő, annak, aki például nem rutinos vezető, hogy nem fog tudni váltani magában a körforgalomban, hogyha esetleg meggondolja magát, vagy látja, hogy nem jó irányba halad. Így van, tehát a körforgalomban közlekedésnek megvannak a szabályai, tehát ez a bizonyos 1/75-ös KPMBM együttes rendet hétköznapi nevén a KRESZ. Ez leírja például azt is, hogy ha az első kijáraton szeretnénk elhagyni a körforgalmat, akkor a jobb szélső sávban kell besorolnunk, és onnét egyből haladunk is kifelé. Itt is így van kialakítva ez a körforgalom. Ha nem az első kijáratnál szeretnénk elhagyni, akkor már megyünk a bentebbi sávokba, és annak megfelelően közlekedünk. És ahogy elhangzott, nagyon szép nagy táblák ki vannak téve, Lilafüred, hármas számú főút, amelyek azoknak segítenek az eligazodásban, akik nem helyiek. De aki miskolci, annak azt mondom, hogy egyszer-kétszer áthalad ezen az útszakaszon, és hát nem azt mondom, hogy a szemét becsukva, de nagyon könnyen át tud menni ezen a körforgalmon, anélkül, hogy másokat akadályozná, és még egyszer említem, hogy a lentebbi kereszteződésben esetleg 5-10 percet állna a sorban. Képviselő úr, ön szerint összességében ez egy jó ötlet volt Miskolcnak? Hát egy teljesen újszerű ötlet volt. Valószínűleg akkor, hogyha ez tényleg eléri a célját, és netán azok a fejlesztések megvalósulnak, amik ehhez kapcsolódóak, tehát az a csomópont létrejön a tiszai pályaudvar előtt, az összekötő út a autópályáig, akkor ez egy nagyon jó dolog. Visszatérve az előző gondolatra, nem csak a nagy táblák vannak kint, hanem egy kis táblákat is felszereltek, ami gyakorlatilag minden sávnak a kihajtását is mutatja. Ez azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az emberek most már tudják, hogy hova kell sorolni. Tehát aki rutinból vezet, az is csak felnéz a táblára, és most már látja, hogy ha ebbe a sávba megyek, akkor melyik két irányba tudok kihajtani, hogyan tudok kihajtani. Tehát azért ez így, hogy ki lett táblázva, megvannak a nagy táblák, ez így szerintem ez egy jó dolog. Bízok abban, hogy sikerülni fog használni a miskolciaknak, és egyre kevesebb baleset lesz, mert végsős ennek az egész körforgalom építésének az volt a célja, hogy tehermentesítsük, és ne legyenek balesetek, semmilyen, se anyagi, se személyi baleset ne legyen. És arról tudunk mondani két mondatot, hogy tulajdonképpen ez minek a része, milyen koncepciónak a része a turbókörforgalom. Ugye az Y-hídról érkező forgalmat szeretné eloszlatni, és mi az egész koncepciónak a lényege? Hát az egész koncepciónak az a lényege, hogy felgyorsítsa a forgalmat. Tehát az egész koncepciónak az, hogy mert azért ez egy lakott övezet. Tehát itt 10 emeletes bérházak vannak, és az a célunk, hogy minél gyorsabban áthaladjanak az autók, ne legyen torlódás, mert a torlódásnál gyakorlatilag rengeteg károsanyag kibocsátás van, az időveszteség, tehát mind ezeket próbáltuk ellensúlyozni a kialakításnál, és hát ha amennyiben az Y-híd másik része értelmet nyer, akkor ez egy nagyon pozitív dolog ez a miskolciak számára, és az északi és a déli lehajtó között lesz egy középső kihajtója is az autópályának, ami gyakorlatilag a pesti utat, meg a másik utat is tehermentesíti teljesen. Tehát azért nem mindegy, hogy egy forgalom egy úton, kettő úton vagy három úton oszlik meg, minél többen porlasztódik a forgalom, annál könnyebb a haladás. És akkor innentől kezdve az a miskolciaknak a kényelmét fogja szolgálni, azt gondolom. És mennyi idő lehet ez a tanulási folyamat? Mert ugye egyelőre azt tapasztaljuk, hogy ugyanúgy áll a dugó reggel is és délután is a Soltész Nagy Kálmánon, mivel hogy az emberek nem merik használni a turbókörforgalmat. Hát, valamilyen okból kifolyólag. Hogy mennyi a tanulási idő? Hát ez személyfüggő. Aki, ahogy mondta Alezredes úr is,
kétszer-háromszor átment rajta, akkor próbálja meg úgy használni a körforgalmat, amikor nincsen nagy forgalom este, kétszer-háromszor akkor áthajtott, és akkor rájön arra, hogy ezt hogy lehet használni, milyen, és egy biztonságos. Egyébként ezek a süvegek, amiket említett, ezek azért a közlekedők biztonságát is szolgálják, hogy a másik sávból nem fognak átmenni az ő sávjába, mert azért mindenki, aki észreveszi, hogy áthajt rajta, hogy azért a futóművét azt megdobja az autónak, tehát ez nem lehet össze-vissza. Illetve a másik lehetőség, hogyha valaki utat téveszt, akkor ha két belső sávban van, akkor még tud körbe menni a körforgalomba, és akár többször is megpróbálhatja a körbe menetelt. Hozzáteszem, a magyar kereszt még nem szabályozza a körforgalom többszöri igénybevételét, az ír keresztben például már tiltva van, hogy háromszor többet körbe menjenek az emberek. Nálunk ezt még nem szabályozták. Úgyhogy nyugodtan a két belső sávban vissza tud fordulni az eredeti irányba, és utána már tanulva az előző rossz besorolásból már meg tudja választani a helyes út irányát. Gyalogos szempontból mennyire lehet ezt jól használni, ezt a turbókörforgalmat, mármint a gyalogos átkerülését? Hát úgy gondolom, hogy a körforgalom haszna leginkább a járművezetőknél jelentkezik. Ha ők jól használják, akkor nagyon gyorsan átjutnak. És a lámpás forgalomirányítás pedig leginkább a gyalogosok védelmét szolgálná. Mert elég nagy távolságot kell megtenniük azon a szakaszon, ahol egyébként járművek közlekednek, de így az ő átkelésük is biztonságos. Ők is lámpával haladtak át, nekik is a legfontosabb az, hogy akkor menjenek, amikor nekik is zöld a jelzés. És ha ezt betartják a járművezetők is, a gyalogosok is, megfelelő határozottsággal, megfelelő tempóval, ez a tempó, ez mindig annyi, amennyit az adott útszakaszon biztonságosnak ítél az ember. Most lakótelepen belül vagyunk, nincs igazán leszabályozva ez a sebesség, de semmiféleképpen 50 km per fölött. Van, aki ezt meg tudná valószínűleg nagyobb sebességgel is tenni, de ha már egy normális 30-as, 20-as tempóval, de folyamatosan halad valaki át, akkor egy nagyon kellemes ritmus alakul ki, és senkit nem akadályozunk. Az emberek többsége a különböző ilyen közösségi média csoportokban kritizálta azt, hogy miért van lámpás forgalomirányítás. Jobb lenne, hogyha nem lenne egyébként? Hát, hogy az előbb is mondtam, a lámpás forgalomirányítást én leginkább a gyalogosok miatt tartom szükségesnek, mert nagyon sok sávon kell átkelni a gyalogosnak, és hát az a tapasztalat Miskolc tekintetében, hogy nem kellő mértékben figyelnek oda a járművezetők a gyalogosokra. Ott sem, ahol kijelölt gyalogát kellő helyek vannak. Ezzel kapcsolatban majd szeretnénk még az idén egy komolyabb felülvizsgálatot pont a városon belül a gyalogosok védelme érdekében. De visszatérve a lényegre, hogy ezen a területen a gyalogosok csak jelzőlámpa mellett kellhetnek át biztonságosan. Jó, hát akkor a konklúzió az, hogy használják bátran a miskolciak a turbókörforgalmat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, viszontlátásra!